Voltak a történelemben számottevően bizarr szituációk. Ilyen eset volt az Emu háború is. Az Emu háború 1932-ben zajlott Ausztráliában. A háború kitörésének oka az volt, hogy az ország délnyugati részén az emuk, Ausztrália röpképtelen madarai elszaporodtak. Ennek hatására háborút kezdeményezett az ausztrál hadsereg az emukkal. Az első világháborút követően több angol katona is letelepedett Ausztráliában. A legtöbben földműveléssel foglalkoztak, és mivel az állam a gabonatermelést támogatta, sokan azzal akarták megszedni magukat. A gabonaárak viszont folyamatosan csökkentek a gazdasági válságnak köszönhetően, az emuk pedig egyre nagyobb számban lepték el a farmerek földjeit. Közel 20 ezer emu nem csak megdézsmálta a termést, de a kerti berendezésekben, a kerítésekben is komoly kárt tettek, így más állatok is könnyen hozzáfértek a földből kinőtt értékekhez. Sir George Pierce hadügyminiszterhez fordulva kiküldtek a földekre géppuskás katonákat, hogy védjék a farmerek területét. Az akkori újságok úgy tájékoztatták erről a lakosságot, hogy a katonák 100 emu levadászását hajtják végre azért, hogy az ausztrál lovasok számára új kalapokat lehessen készíteni az emuk bőréből. 1932-ben az első hadjáratban a géppuska néhány madárral végzett, de ez nem riasztotta el az emukat, hogy később is folytassák az élelemgyűjtést. 2500 lőszert lőttek el erre a célra, az emuk veszteségéről változó adatok születtek. Ugyanis a jelenlevők mind más számokat mondtak. Közel 50 és 500 közé tehető az elpusztult, röpképtelen madarak száma. A katonák visszavonulását követően sor került egy második hadjáratra, amiben a felállított géppuskások ezúttal 9860 lőszerrel likvidáltak közel 2500 emut. Habár ez az akció sem járt sikerrel, végül az ausztrál kormány a farmerek 1934-ben, 1943-ban és 1948-ban tett kérésének nem tettek eleget, miszerint katonákkal kell védeni a földeket. A helyette bevezetett célzott vadászati tevékenység, fejvadászat hasznosabbnak bizonyult, ugyanakkor 1950-től a szövetségi parlament elfogadta, hogy habár ritka madárfaj az emu, de a farmereknek a lőfegyver használatot védekezésre engedélyezni kell.